Mit jelent számodra Pócsi karácsony? A Pócsi karácsony nekem a szeretetet jelenti. Mit jelent a És a család összetartozását. A Pócsi karácsony számomra meghitt együttlétet, szeretetet, boldogságot, családtagjaink közelségét, és nem utolsó sorban a Betlehemben megszületett Jézus közelségét jelenti. Adni valamit az embereknek. A karácsony örömét így hirdetni. Szerintem a karácsony az a családot jelképezi. A jó Isten értünk hatta a Jézus Krisztust azért, hogy szeretne eljöjjön hozzánk. És szerintem ettől fontosabb nincs el, hogy hozzánk eljött, és itt a Pócsi karácsonyon kézzel fogható. Hát a karácsony a várakozást, a kis Jézus megszületését várjuk, és ilyenkor tudunk a családunkkal legtöbbet együtt lenni. Nehéz kérdés. Közhelyeket lehetne mondani, de érdekes, amit kérdeztek, talán nagyon nehéz rá válaszolni. De azt tudnám mondani, hogy ezek az emberek, akik itt velem együtt szerepelnek ebbe a kis előadásba, ezek ma Magyarország leggazdagabb emberei. Mert ezek ma este millió embernek, vagy nem milliónak, de sok ezer embernek, aki itt megtekintett ezt a kis előadást, olyan ajándékot adott, amit csak így közösen tudunk megcsinálni, és ez a Pócsi karácsony. Szüleimtől azt tanultam, hogy soha nem szabad elfelejteni, hogy honnan jöttél, és én nem felejtettem el, sőt, amíg élek, ez így lesz. Ezért az első rendű dolog az, hogy hazajövök karácsonykor, akkor minden évben megnézzük a műsort, mind gyerekként is mindig eljöttünk, és aztán idővel, ahogy egyre jobban kilőtte magát a tevékenység, amit folytatok, ugye színház és zene, egyértelmű volt, hogy akkor helyen van itt ezen a színpadon, és adnom kell ez a karácsonyi műsorhoz. A Pócsi karácsony az csak megerősíti azt, amit általában gondolok én, meg azt hiszem sokan gondolnak a karácsonyról, de itt különleges módon is felerősíti az a csodálatos összefogás, hogy a önkormányzat dolgozói, tanárok, óvónők, egyházi dolgozók együtt szerepelnek. Azt az érzést, amit az ember megfogalmaz karácsony környékén, hogy sokkal jobbak vagyunk annál, mint amit gondolunk magunkról. Sokkal jobbak vagyunk annál, mint amit gondol a világ rólunk, és sokkal jobbak és szebbek és szeretetteljesebbek vagyunk annál, amit el akarnak hitetni velünk a világban. Én úgy érzem, karácsony környékén a legcsodálatosabb ünnep apropóján, mikor a Isten mi fiú megszületik, hogy az ember roppant módon meg akar felelni annak a köszönetnek, hogy az Isten a mi testünket, a mi életünket vette föl. Ez a jóság, ez az emberi odaadás, hogy megfigyelhető Mária Pócson, ez csodálatosan megjelenik a Pócsi karácsony ünnepében. Így kívánok én is áldott boldog karácsonyt, és kegyelmesen gazdag új évet. Áldott karácsonyt kívánok Mária Pócs város minden polgárának. Örömmel néztük a betlehemi játékot. Mindannyiunk számára ez nagy örömet jelent, hogy ilyenkor is elzarándokolhatunk Mária Pócsra, és kiönthetjük a szívünket Szűz Máriának. Én kívánok Mária Pócs lakosságának, minden polgárnak erőt és egészséget a küzdelmes 2012-es esztendőhöz, és kívánom azt, hogy Isten szeretete hassa át karácsony ünnepét. Hát úgy hangzott a kérdés, hogy mit jelent önnek a karácsony. A karácsony mindig is egy meghitt családokat összekötő ünnep, de nagyon nehéz nyilatkozni itt a Mára Pócsi Bazilika előtt egy ilyen gyönyörű pócsi karácsonyi műsor után.
úgy gondolom ez még meghittebbé és még gyönyörűbbé teszi az ünnepet. Az külön öröm nekem, mint polgármesternek, hogy több száz, talán ezer ember előtt is egy olyan műsornak a részéig lehetünk, amely még boldogabbá teszi a karácsony estéket. És kívánok mindenkinek ma estére, a elkövetkező napokban boldog ünnepeket, és egy nagyon jó és bizakodó új évet. Thank you.